Sziasztok, kedves gitárosok! Sok szeretettel köszöntelek mindnyájatokat! Egy korábban feltöltött videómban beszéltem már a transzkripciózásról, és az egyik követőm, illetve az egyik hozzászólóm a YouTube csatornámon arról érdeklődött, hogy mik az én meglátásaim az ügyben, hogy egy mások által előadott improvizációból hogyan tudunk átemelni akár gondolkodásmódokat, vagy akár komplett frázisokat a saját játékunkban. És hát senkit sem szeretnék kiábrándítani, de erre szerintem nincsen egy exakt, vagy egy ilyen csak is így lehet, és nincs más út válasz. Én azt fedeztem fel, hogyha nagyon sokáig foglalkozom egy előadóval, akkor sajnos hajlamos vagyok bizonyos értelemben annak az előadónak a klónjává válni. Mire is gondolok itt? Nem véletlenül öltöztem zöldbe, annak ellenére, hogy magát a zöld szín nem szeretem, kivétel, hogyha a fénykarokról van szó. Ugyanis nagyon sokat foglalkoztam Glenn Greennek a játékával, talán ő az egyik legnagyobb kedvencem Wes Montgomery, Joe Pass és Peter Bernstein mellett, és körülbelül fél évig nem szedtem le senkitől se szólókat, csak tőle. És egy idő után azt kezdtem el érezni, hogy kizárólag az ő gondolkodásmódja jelenik meg az én improvizációimban, illetve egy kicsikét úgy beszűkült a mozgásterem. És még körülbelül pár évvel ezelőtt, hát olyan 2-3 évvel ezelőtt néztem egy Peter Bernstein mesterkurzust, ahol azt mondta, hogy nem feltétlen kell a transzkripciózást úgy érteni, hogy hangra-hangra leszedni az első ütemtől az utolsó ütemig egy szólót, főleg, hogyha az mondjuk ilyen 3-4 perces, hanem ragadjunk ki mondjuk 4, 8 vagy akár 16 ütemet, akár egy Sonny Stitt, vagy akár egy Charlie Parker szólóból, és azt elemezzük ki nagyon. Tehát nézzük meg, hogy a frázisok hogyan követik egymást, a dallamok hogyan fakadnak egymásból egymásba. Remélem ez így érthető volt. No, és hogyha már Glenn Greene, akkor szeretnék mutatni tőle egy figurát, amit a Missense Tempo című számában játszott. A Missense Tempo egyébként egy jazz blues, B-durban, egy eléggé gyors tempójú jazz blues, és a második szólókört ezzel a ficsivel nyitja a Glenn Greene. 1, 2, 3... Ha nem tudnám, hogy ezt a figurát ő játszotta, valószínűleg akkor is sejteném, hogy vagy ő játszotta, vagy pedig valamelyik követője, ugyanis mind ritmikailag, mind hangilag ez egy-egyben Glenn Greene. Tehát ő neki egy nagyon egyedi játéka volt. Ritmikailag egyébként nagyon sokszor emlékeztet engem Sonny Rollinsra a szinkopáltsága miatt. Nézzük még kicsiket lassabban is ezt a figurát, utána pedig szeretném nektek megtanítani ezt. 1, 2, 3... És akkor nézzük meg egészen lassan ezt a figurát. Az első három hang az egy csonkaütemhez tartozik, tehát hár matra fog majd jönni az első hang, és így fog kinézni a figura nagyon lassan. 1, 2, 3... Most próbáljuk meg együtt. 1, 2, 3... Szóval, én azt gondolom, hogy érdemes megtanulni ezt a figurát, és akár kigyakorolni mind a 12 hangnembe, javasolnám a kvártos modulációt. Tehát, hogyha B-durban van ez a figura, akkor a következő hangnemünk az legyen S-dur, A-dur, D-dur, G-dur, és a többi, és a többi. Talán a videó elején már említettem, hogy érdemes több forrásból is táplálkozni. Annó volt egy versenyfelhívás, amire kitaláltam egy ficsit. Az a figura az F-durban volt, és mivel megmutatnám a saját ficsimet, az előbb bemutatott Glenn Greene figurát megpróbálnám eljátszani F-durban, mert az én ficsim is F-durban lesz, ugyanúgy egy jazz blues körnek az első 4 ütemére menne, de akkor először nézzük meg ezt a Glenn Greene figurát F-durban. No, tehát így nézett ki ez a Glenn Greene figura F-durban.
Az én figurámat szándékosan írtam több előadónak az inspirációjára, tehát a figurám elején a Grand Green figura fog majd visszatérni, aztán szándékosan használtam elemeket egy Blue Mitchell nevű jazz trombitásnak az egyik szólójából, ha jól emlékszem, akkor a Sir John című számára rázta ezt a figurát, és a figurámnak a végén pedig egy Peter Bernstein-i világot próbáltam megjelenteni. Maga a figura az lassan így néz neki. 1, 2, 3. Ja nem, bocsánat, ez még mindig a Grand Green. A saját figurám az így néz ki. 1, 2, 3. Na. Egyébként ez is egy tök jó trükk, hogyha van egy jó figurátok, és hogyha pár év múlva visszahallgatjátok magatokat, akkor majd észre fogjátok venni, hogy nem is olyan könnyű saját magatokat leszedni újra meg újra, de hát ebben leginkább ugye Pat Martino gitáros volt a leginkább érintett, akinek ugye újra kellett tanulni a gitározni, és hogyha jól tudom, akkor saját magát szedte le, és úgy tanult meg újra gitározni. Na, még egyszer megmutatnám a saját figurámat, és utána akkor részére bontva megtanítanám, hogy hogy is nézne ez ki. 1, 2, 3. Tehát maga a kezdés az nagyon hasonló. Megpróbálom részeire bontani ezt a fécsét. Tehát... ezt játszom F7-re. Itt is egyébként az első három hang az egy csonkaütemből származik, tehát az első ütemben az első hang az egy D hang lesz. Tehát így néz ki a figura lassan. 1, 2, 3. És akkor itt mi is történt? Először is kibontottam egy F-dur kvárszex fordítást, ilyen hangokkal, hogy C, F, A, utána megérkeztem a 6. vagy a 13. fokra, a D-re, utána kromatikusan közelítettem meg az F7-nek a kvintjét, tehát a C hangot úgy, hogy ez H, C. A C hangtól pedig lefele játszottam egy, hát lényegében egy F9-es bontást, tehát úgy, hogy C, A, G, S. Mert ugye ez a formula volt a fejemben. Aztán a B7-re első résznél így néz ki a figurám. Tehát itt először játszok egy triolát, úgyhogy D, Dis, E, aztán megérkezek az F hangra. Ugye a D hang az a B7-nek a terce, tehát nagyon fontos akkordhang. Utána megérkeztem ugye a triolámmal a quintre, ez is nagyon fontos akkordhang. Az F hangot követte egy G hang, és itt volt egy H teljes szűkített bontás, ilyen hangokkal, hogy S, F, D, H. Tehát eddig ott tartunk, hogy... aztán megérkeztem megint az F7-nek a kvintjére, vagyis a C hangra. Utána ilyen hangokat játszottam, hogy C, E, F, B, A, C, D, S. Szerintem ezt a gondolatot leginkább egy Charlie Parker figura ihlette, de már nem emlékszem rá pontosan. Ja igen, ő mindig meg szokta jeleníteni a kis szeptimet. És akkor ezután jönne az a Peter Bernstein-i feeling, amikor ez az akkord jutott eszembe, hogy bár F7-es akkord szólt eredetileg, de az F7-es akkordra nézve ez a harmónia milyen fogokat tartalmaz. Ugye itt van az A hang mint 3-as, itt van az S mint 7B, itt van a Gis mint 9 kereszt, és itt van a D mint 13. És akkor így néz neki a figurának a folytatása. Tehát... itt igazából kétszer is használtam direkt a nagyszeptim hang közt, egyszer az A-ról, illetve egyszer az S-ről. Peter Bernstein-nel egyébként nagyon gyakori ez a fajta gondolkodásmód. Tehát ott járunk, hogy C, E, F, B, A, C, D, S, D, A, Gis, S, D, As és G. A G
G3-ra érkezek meg, ami a 6. vagy a 13. foka lesz a B7-es akkordnak, tehát a szubdomináns akkordomnak. És akkor így néz neki a figura. 1, 2, 3... Megmutatnám ezt egy picit lassabban is, aztán egészen lassan. Remélem, hogy tetszett a figura, illetve remélem, hogy tudtam valami újat mutatni, vagy valamilyen szempontból jól tudtam demonstrálni azt, hogy ha van egy figura, ami nekem tetszik, akkor azt ki tudom bővíteni úgy, hogy szándékosan más előadóktól leszedett figurákat ültetek be egy környezetbe, és akkor előbb-utóbb, ha már nem foglalkozom azzal, hogy nagyon tudatosan, nem is azt mondom, hogy másolni, hanem arra törekedni, hogy úgy játszak, mint akár a Peter Bernstein, vagy akár a Blue Mitchell, vagy a Charlie Parker, vagy a Louis Smith, vagy a Graham Greene, akkor egy idő után az ember szerintem sokkal, hát sokkal természetesebben fog ezekre az eszköztárakra gondolni. Tehát az nagyon fontos, hogy az eszköz az ne váljon céllá, és a cél pedig ne legyen eszköz. Na, ennyit a filozofálásról, nézzük meg akkor a figurámat még egyszer. 1, 2, 3. És nem egyszer néztük meg, hanem négyszer. Általában egyébként 4-esével szoktam gyakorolni ezeket a figurákat. Most megmutatom 4-szer sokkal lassabb tempón, utána pedig próbáljuk meg interaktív módon 2-szer eljátszani egymás után. 1, 2, 3.